Kérem, szíveskedjenek helyet foglalni. Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának 9. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülésvezetésben Móring József Attila és Lenhardt Balázs jegyzők lesznek segítségemre. Tisztelt Országgyűlés! Szomorú kötelességemnek teszek eleget azzal, hogy tájékoztatom Önöket, Tamás Károly volt képviselőtársunk 2010. június 21-i haláláról. Tamás Károly az 1998 évi országgyűlési választásokon szerzett független kisgazdapárt jelöltjeként képviselői mandátumot, majd abban az évben a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárává nevezték ki, ezért képviselői mandátumáról lemondott. Több társadalmi és gazdasági szervezet vezetője volt, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, Nemzetközi Tudományos és Művészeti Akadémia tagja volt. Kérem Önöket, hogy néma felállással adózzunk elhunyt képviselőtársunk emlékének. Foglaljanak helyet. Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja Hiller István, Iváncsik Imre, Kis Péter, Kovács László, Lampert Mónika, Szabó Imre, Szekeres Imre, Varga Zoltán és Varjú László országgyűlési képviselőket 2010-2014 közötti időszakra frakcióvezető helyettesnek megválasztotta. Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja 2010. július 12-13-i ülésnapokra Csöbör Katalin képviselőt, a Jobbik képviselőcsoportja ugyancsak erre az ülésre Z. Kárpát Dániel képviselőt, az LMP képviselőcsoportja Ercsei Katalin képviselőt, az MSZP képviselőcsoportja pedig Gur Nándor képviselőt, Neményi András képviselőt, a KDNP képviselőcsoportja Simicskó István képviselőt frakcióvezető helyettesnek megválasztotta. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon a kormány nevében felszólalásra jelentkezett Hoffmann Rózsa államtitkárasszony. Államtitkárasszony, parancsoljon! Az ön kártyája a helyén van?